Ötödik, egyben utolsó előtti felkészülési meccsét játszott a szombaton az Adorjáni Tisza labdarúgó csapata. A Tomislav Szívics irányította együttes a Szabadkai Bácska ellen lépett pályára Tótfaluban. A tótfalusi Nyers István labdarúgó akadémián játszott edzőmeccset harciasan kezdték a csapatok, de az első félidőben a Tisza és a Bácska játékosai sem tudtak a kapuba találni. A második játékszetben azonban felgyorsultak az események. Az Adorjáni csapatot erősítő Fejős Áron szerezte meg a meccs első gólját. A félidő felénél pedig a szabadkai csapat is eredményes volt, azonban nem sokáig maradt a döntetlen állás. A Tisza csapata újabb gólt rugott, és ezzel kialakult a 2-1-es végeredmény. A mérkőzés első találatát jegyző Fejős Áron Szekszárdról igazolt Adorjánra. Egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, egy nagyon jó felkészülési mérkőzést, úgy gondolom. Az elején kicsit megilletődetlen játszottunk, nem használtuk ki a helyzeteinket, ami adódott, de úgy gondolom ez normális, mert egy olyan periódusban vagyunk, ami elég nehéz edzések után fáradtak az izomzatok. Sajnos nem úgy regenerálódik, ahogy kellene, de második fél időben sikerült eldönteni a mérkőzést, hál' Isten 2-1-re nyertünk. Hogyan készültek a bajnokságra? Te mit vársz tőle? Én nagyon pozitív vagyok, nagyon várom már. Én ha lehetne, akkor holnap már kezdeném, őszinte megmondom. Nekem, én nem nagyon szeretem az edzőmérkőzéseket lejátszani, inkább bajnoki mérkőzéseket szeretek játszani, mert ott mutatja meg az ember, hogy mit is tud. Mindenki akkor tesz bele 100%-ot, én szerintem. Hát az elvárásaim a bajnokságban az első négyben, én az első négyben szeretnék lenni, valamint 10 gólpasszt szeretnék kiosztani. Az Adorjáni csapat tagjai keményen edzenek, a hét szinte minden napján, hogy a bajnokság tavaszi folytatásán a lehető legjobb formában lépjenek pályára. Heti 5 edzésünk van, hétfőn reggel mindig megyünk Szabadkára edzőterembe, délután pedig a pályán edzés. És úgy szintén van hétfő, kelt, szerda, csütörtök, péntek edzés. Ha nagyon megterhelik az edzések, akkor van heti egy nap szabad, de hétvégén vannak mérkőzéseink. Egyébként milyen elvárásokkal indulsz a bajnokságra? Hát én elvárom a csapatomtól, hogy minél több pontot szerezzünk, mivel képesek vagyunk rá, és remélem is, hogy ezt meg lesz a több pont, minél több pontot tudunk szerezni, és hogy benne leszünk az első öt csapatokban. Tomislav Szívics tavaly nyáron ült le az Adorjáni Tisza kispadjára. Az edző elégedett volt a fiúk szombati teljesítményével. A hangsúlyt fektettünk arra, hogy fizikai állapotban legyen tökéletes. Cseréltünk majdnem egész csapatot. Most egy fiatal csapat van, akinek kell egy kis idő, de idáig mérkőzések azt mutatták, hogy jó úton vagyunk. Szebb focit fogunk játszani, ez biztos. Meg sok fiatal játékos fog játszani. Már készülünk a jövőre is, hogy ne ez a fél szezon menjen csak így, hogy játszogassunk, hanem készülünk a csapatot a következő szezonra is. Az őszi idényben a Vajdasági Liga északi csoportjában 5. helyen végzett az Adorjáni csapat. Most is hasonló célokkal indulnak neki a tavaszi idénynek. A mostani bajnokságban minél jobban kell szerepelni, minél több pont szerezni, közben csinálni a játékot, meg egy fiatal csapatot, aki szimpatikus lesz következő bajnokságra is. Hány felkészítő meccsük lesz mégis kivel? Még egy lesz, a Kozara, oda fogunk menni, és akkor következő hét már bajnokság. A tavaszi idény első fordulójában az Adorjáni Tisza csapata a Nagybecskereki Radnicskival mérkőzik meg idegenben, a Szabadkai Bácska pedig az Újbánovci Omladinához látogat.